Nagy tisztelt és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. November 11-e Márton napja. Ehhez kapcsolódóan városunkban és a térségben is sok-sok programon vehetnek részt, és természetesen Márton naphoz sok-sok hagyomány, tradíció kötődik. Mi ezeket próbáljuk egy kicsit körbejárni a mozaik mai adásában. Itt van velünk Frank Gizella, a Soprani Egyetem Benedekelek Pedagógiai Karának adjunktusa, akit nagyon szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is, és én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. És a, a nézőknek azért elmondom, hogy a, a, a régi kapcsolatra való tekintettel, szerintem a tegeződő viszonyt engedjék Ilyen. meg, hiszen erről. Sajtó-sajtó. Sajtó. Igen, sajtó-sajtó. Erről is könnyebb beszélgetni, hiszen Márton napjához sok minden kötődik. Lehet, hogy egy kicsit távolabbra is elmehetünk majd, mondjuk Szaváriáig, Szombad de hogyha így kezdenénk az elejéről, akkor írásos emlékeink mikor, mikortól származnak. Nagyon érdekes, hogy a mártonnapi libavacsoráról már az 1100-es években van írásos emlék, tehát visszakövetkeztethető, hogy ez egy régebbi hagyomány volt, de természetesen ez hozzá hozzákapcsolódik az a paraszti élet mindennapjaihoz, hiszen egyfajta, ma úgy nevezzük, hogy kalendáriumi szemlélettel éltek az eleink, és mindennek megvolt a maga helye. Ö a betakarítások legutolsó időszaka az maga a mártonnap. Tehát tulajdonképpen ez már ez már az a fellélegzés, hogy vége, betakarítottuk, minden megvan, és ünnepelhetünk. És tulajdonképpen a, a gazdák ilyenkor ö, adták oda az apanázsukat a, a béreseknek, illetve köszöntötték a béresek is a gazdákat, ez egy érdekes dolog, és többféle arató ünnepnél megvan ez Magyarországon. Fertőparton például gyönyörű arató ünnepségek vannak, de ez most már nem, ugye, nem az aratás, hanem az őszi betakarítás Márton. És hogyha a gazda nem csak a terményben adta oda a járandóságot, hanem még adott valami kis ruhára valót, vagy netán, ahogy mondták, rétesre valót, akkor Mártónapi veszővel köszöntötték, aminek minél több volt az ága, úgy gondolták, hogy annál több malac fog születni a következő évben. Tehát tulajdonképpen maguk a, a béresek döntötték el, hogy megérdemli-e az, az a gazda, hogy minél dúsabb, minél több vesszőt veszőt vágjanak, és ezzel minden nyugt kívánjanak a gazdának. És hogy kapcsolódik -e ehhez az egészhez Márton, meg Szent Márton? Egyáltalán ki volt ő? Szent Mártonról tudjuk, hogy Szaváriában, Panónia Szavária nevű településén, városában született a 300-as években, és római légionáriusként elkerült francia területekre. És ugye a hagyomány úgy tartja, hogy Szent Márton akkor még Martinus, legioni, legionárius, találkozott egy koldussal, aki fázott, és ezért Márton megosztotta vele a köpenyét. És álmában azt látta, hogy a koldus képében megjelenik neki Jézus. És ez, ez hozta nála a megtérést és sok-sok jó cselekedettel igyekezett ezt a megtérést bizonyítani, és a, a hír ennek természetesen elterjedt, és egy idő után püspök ki akarták szentelni. De ő szerény ember lévén méltatlannak érezte magát ahhoz, hogy püspök legyen, és elbújt a libaolba, és a libák elárulták a gágogásukkal, tehát a liba így kapcsolódik az ünnephez, ez a keresztény hagyomány szerinti, vagy legenda szerinti kapcsolat. Egyébként pedig egy pogány, én inkább úgy szeretném mondani, hogy egy természetközeli gondolkodásmódnak a hagyománya maga a liba. hiszen amit az előbb mondtam, hogy a gazdák ilyenkor kifizették a járandóságokat, ehhez hozzá tartozott, hogy egy-egy hogy libát is adtak, a béreseknek, a munkásoknak, és akkor ilyenkor nagy libavacsorákat lehetett tartani, és még hozzá tartozik, ez is ö, ö, a keresztény ünnepkörben sokan nem tudják, hogy ö, az adventi időszak is szigorú bőjt volt, ugyanúgy, mint nagy bőjt valamikor. És mártónap volt ez az utolsó vigalmi nap, amikor lehetett enni, inni. Nagyon érdekes. Van ennek tehát egyébként egyháztörténeti történeti szála is, meg profán története is szála is, és akkor ha szaváriát említjük, az pedig azért van központi szerepben, mert hogy Márton ott született. Ott született, Nemes András művészet történészünk szerint egyenesen hun család sarja volt, sarja lehetett, több felé több mindent kutatott, és erre a következtetésre jutott. Tehát még ilyen szempontból is érdekes lehet személye. És ugye elhangzott az is, hogy már akkor több évszázaddal ezelőtt is libák, esetleg kacsák kerültek az ünnepi asztalra. Onnan maradt meg a liba és kacsa ételek népszerűsége? A liba a főétel a Márton napkor, és ehhez természetesen azokat az ételeket párosítják, vagy kiegészítőket párosítják, amik akkor már meg, megérnek, használhatók. És természetesen a bortermővidékeken ott van a bor. Az új bor, amit ekkor kóstolnak már tonnapon. Igen, az újborról ne feledkezzünk meg, hiszen az is hozzátartozik ehhez az ünnepkörhöz, illetve vannak nagyon-nagyon jó mondások, illetve egy-két ilyen népszó, népszólás. Tudnál nekem ide, nekünk idézni? Igen, hoztam néhányat, de ez, ehhez hozzátartozik, hogy Márton nap is időjósló nap. Egyrészt, amikor Márton napon felnéznek az égre, akkor úgy gondolják, hogy március is ilyen lesz, tehát előre következtetnek. Másrészt pedig a liba csontjából, melcsontjából jósolnak, és hogyha barna a melcsont, akkor ilyen to, ö, tocsogós, ö, barna kásás, ronda, de mégis melegebb tél lesz. Ha pedig fehér a liba ö, csontja, akkor fehér és hideg, igazi télre várhatunk, vagy számíthatunk. Ö, néhány szólásmondás, aki mártónapot libát nem eszik, egész éven át éhezik. Vagy éppen az előbb negetett mártónapi vesszőkhöz elhoztuk Szent Márton püspök vesseit. Semmink nem kezdtek, semmink nem végezzek. Úgy szaporodjanak a sertések, mint ennek a hányága ágaboga van. Tehát itt van a, a jó kívánság. Adjon Isten szerencsés jó estét, megjött Szent Márton püspök szolgája. Adjon Isten bort, búzát, békességet, lőkünknek üdvösséget. És akkor az időjósló része, ha Márton fehér lovó jön, enyhetél, ha barnán kemény tél várható. Vagy ehhez egy Másik már a Lúd is benne van. Márton napján, ha a Lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Vagy ha jókedvű Márton kemény tél lesz, borus Márton porongós tél. Nagyon jó, fantasztikus. Még egy dolgot hagyt tegyek hozzá, ami viszont a német ajkú területeken terjedt el, az a lampionos felvonulás. E, pontosan ezt akartam mondani, mert nagyon hangulatosak, ugye Bánfalván és még a város több település részén is. Ennek már hagyománya van. Magam is jó pár ilyen alkalman részt vettem, meg most már ahogy néztem, Sopron térségi településeken is, péntek délután korai sötétben fantasztikus ez a hangulat is na ez ez honnan ered ez német területeken alakult ki tehát érdekes hogy Márton tisztelete az Európában elég sok helyen él és különböző szokásokban jelentkezik hát a németség a lampionos illetve akkor még fákiás felvonulásokat kultiválta, tehát ez volt az ő szokásuk Márton napján, és ez valahogy a Kárpát-medencében a sokféle itt élő testvér megtalálta a hangot, vagy, vagy úgy összeolvadtak a szokások, és tulajdonképpen, a, ha végnézünk Európa térképén, és hogy hol milyen mártonapi szokások vannak, akkor azt mondhatnánk, hogy ebben a Kárpát-medence nagyon jó olvasztó ebben is. És nem véletlen, hogy ugye Szent Mártó hegye, Panóhalma. Tehát ez is mutatja, hogy egy elég régi, ősi kultussal és hagyományjal találkozunk. Nagyon szépen köszönöm dr. Frank Gizellának, a Soprani Egyetem adjunktusának, hogy ennyi minden érdekes dolgot mondott Szent Márton vagy Márton nap kapcsán. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen, és remélem, hogy Márton napon mindenki megkóstolja az új és nagyon jó libát teszik. Így van, hölgyeim és uraim, ha tehetik, akkor tényleg kóstolják meg a libát, vagy akár a kacsát és az új hiszen aki Márton -napon libát nem eszik, egész évben éhezik. Hogy ezből mi az igaz, nem tudom, de köszönöm a figyelmet. Minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra!